A képviselőtestület ülésének egyik különösen fontos pontja volt a kerületi parkolási övezetek kibővítésére, illetve a tarifák emelésére tett javaslat. Mint tudják, a kerület jelentős részén, pontosabban a Böszörményi úttól nyugatra eső övezetekben a mostani BKV vonaljegy árának 3/4 volt az alapdíjtétel. Az a javaslatom, hogy ez a 350 forintnak a 75%-a, ez mindenhol egységesen 350 forint legyen, tehát 100% a parkolási zónában, vagy ezen a területen. A második javaslatom, vagy módosítási javaslatom az az, hogy bővítsük ki a parkolási zónát. Itt egyébként 1,25 BKK-ra emeljük, tehát ez egy drágább zóna, itt 440 forint lenne egyébként a parkolás. Ez a Krisztina körút, Várfog utca, Vérmező utca által határolt terület. Ezzel egyébként a korábban a főváros közgyűlés által döntött övezet módosításhoz igazodna a saját helyi rendeletünk. Ugyanúgy a harmadik változás is erről szól, a Jagelló Németföldi Szentjárok Apollémos tér felé is bővüljön a parkolási zónánk. Ez egyébként kifejezetten a harmadik lakossági zóna bővülését jelenteni. Az új rendelettervezetet előterjesztő alpolgármester elmondta, hogy a módosítások a kerületben élők érdekeit szolgálják, hiszen a díjköteles idő és a tarifa emelésétől azt várják, hogy az itt élők könnyebben tudnak este hazaérkezés után parkolni. Az új rendszer bevezetését követően az önkormányzat díjbevétele is emelkedik. Képviselői felvetésre reagálva Pokorni Zoltán elmondta, azt tervezik, hogy a parkolási zónán kívül élő kerületi polgárok számára is kialakítanak kedvezményes tarifájú parkolóhelyeket. A fővárosnál ez már majdnem egy éve folytatjuk ezt a szakmai vitát, hogy szeretnénk olyan várakozási pontokat a kerületben kijelölni, ahol a kerületi polgárok számára adnánk kedvezményt, nem ingyenességet, de kedvezményt az agglomerációhoz képest. Az elképzelések szerint a fővárosi egyeztetést követően az Apor Vilmos téren lehetne először kedvezményes parkolókat kialakítani a hegyvidék külső területein élőknek. Az idei árkai pályázathoz a Normafa fejlesztési program egyik eleme kínált jó terepet, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének mesterképzésén résztvevő hallgatók számára. Most is egy meglévő, fontos, számunkra fontos témát bocsájtottunk ide pályázatra, ez pedig a Zugligeti úton található kemping, illetve az ott létesítendő jégpálya. Ez is egy fontos dolog, mert a hegyvidékiek igénylik a jégpályát, és mindenfelé szerettünk volna már, vagy gondolkoztunk az, hogy hol is lehetne a hegyvidéken, a kerületünkben jégpálya, és igazán azt látjuk, hogy ott van egy alkalmas tér, és ez a jégpálya, illetve a jégpálya lefedése volt, illetve a környezetének kialakítása, ez volt a téma. De aki ma eljönnek a diplomakiáltásnak a munkáját megnézni, láthatja azt, hogy Budapestnek más kerületei is érdekeltek látnének abban, hogy ennek az építész generációnak a gondolatait valamilyen módon megismerje. Ráálláson arra, hogy mindent lehetne ezzel a várossal úgy kezdeni, hogy semmivel nem kerülne nagyobb erőfeszítésbe, nagyobb ráfordításba, hogy azokat a tereket, amiket nap mint nap megélünk, azokat úgy tudjuk alakítani, hogy ne csak jelet hagyjunk, hanem példát is mutassunk ebben. A hegyvidéki önkormányzat 2018-as árkai diplomadíját Petrányi Luca munkája kapta. Ő a determinált építészet létjogosultságának kérdését vetette fel egy indonéziai vulkánhoz vezetett ritualizált kultúrájával. De nekem nagyon fontos volt ez a téma, ez a szívügyem volt, ez a feladat, ez a helyszín, mert ott éltem egy évig, és én így szívből csináltam ezt az egészet, és az már csak a ráadás, hogy ezt mások is értékelték. Az idei árkai díjhoz kapcsolódó kiállítást, illetve ötletbemutatót még szombaton is megtekinthetik a MOME Bertalan Lajos utcai épületében.